Sziasztok, akkor hát szeretettel üdvözlök mindenkit. Ma este Sajgó Réka vagyok. Hát ebben a bevezetőben nagyjából arról fogok most beszélni, hogy bennem hogy ért, hogy kezd mondjuk összeérni a zen gyakorlás és a munkám, vagy hát mondhatom, hogy a hivatásom, csak az úgy nagy szó. Hát pszichológus vagyok, pszichoterápiát végzek is, tanulok is nagyjából folyamatosan. Úgy valahogy olyan közeli dolgokkal foglalkozik mind a két terület, és én nagyon sokat gondolkoztam azon, nagyon sokat foglalkoztatott, hogy most ez a két út kompatibilis, lehet együtt, nem lehet. Ha valahogy nem fér össze, akkor én bajban vagyok, mert nekem mind a kettő nagyon fontos. És hogy hát akkor mi lesz? Onnan is indult a dolog, hogy azért van egy olyan, hogy aki mondjuk inkább csak az egyik területet ismeri, műveli, vagy csak a másikat, sokszor olyan gyanakodva néz át a másik félre, és hát kritikák, vádak mindenféle azért úgy vannak. A pszichológia részéről lehet olyan, hogy sok mindenki tényleg mondjuk a spiritualitásba menekül olyan szinten, hogy hát például azt reméli, hogy megvilágosodik, és azzal úgy egyszerűen meg fog neki oldódni a szétzilálódott élete, a tönkrement emberi kapcsolatok, és akkor nem kell neki ilyen érzelmi bugyrokkal, meg mi egymásokkal foglalkozni. Mondjuk a spirituális irányzatok részéről, amit hallok a pszichológia fele, ez a, hát egyrésztről ez a túlbeszélés, túlbonyolítás, de ami most talán nekem fontosabb, az az, amikor úgy tűnik, hogy valami olyasmi fele tereli mondjuk a pszichológia az embereket, hogy tanulnak ilyen remek probléma megoldó trükköket, stratégiákat, amivel majd ilyen remekül tudnak érvényesülni, vagy mondjuk ez a nagyon szépnek kell hazudni mindent, és akkor csak az a lényeg, vagy csak az a lényeg, hogy az ember a saját örömét kövesse, azt a saját boldogságát találja meg. Tehát így körülbelül ilyen kritikák azok, amikbe így belebotlottam. És hát végül is van alapja mind a két részről, mindegyiknek. Én azt gondolom, hogyha egy kicsit mondjuk más szögből nézem, azt tűnt fel nekem, hogy ezek a kifogások vagy kritikák nem annyira különböznek egymástól, van bennük valami közös. És az, hogy azt kifogásolják, hogy ezek az embert az illúzió fele terelik. És most így, hát mindegy, hogy ez a megvilágosodás általi probléma megoldásnak az illúziója, vagy annak, hogy akkor majd magamat fejlesztem olyan tökéletes szintre, hogy akkor majd én boldog leszek, én megoldok mindent. Hát végül is így is úgy is közös bennük, hogy illuzórikus. Hát igen, ami a túlbeszélés, túlbonyolítást illeti, az nem annyira tartozik ide, azt hiszem, hogy az, hogy az ember úgy csetlik-botlik akármilyen úton jár időnként. Úgy az is megfogalmazódott, hogy akkor az a két út, ami számomra fontos, az tulajdonképpen nem annyira két út, és hogy egy irányba mutat. Innentől végül is pontosítanék, mert innentől a pszichoterápiás útból arról tudok beszélni, amit tanulok, ez az analitikus terápia, a feltáró terápia, és a spirituális utakból is arról tudok beszélni, amit itt együtt gyakorolunk, és ez az zen. Mind a kettő a valóságnak a megismerésére, megértésére törekszik. És elég illúzióromboló tud lenni. Ami egyébként sokszor fáj, tehát hogy úgy nem feltétlenül jó szembesülni, főleg a saját magunkat illető illúzióknak az illuzórikus voltával. Tehát hogy mondjuk amikor rálátok a, nem tudom, az önzésemre, a türelmetlenségemre, arra, hogy másoknak időnként hogyan ártok, hogy okozok fájdalmat, tehát ez így nem egy örömteli dolog. Hát igen, hogy mégis miért, akkor az egy jó kérdés. Nekem úgy tűnik, hogy az illúzió az például valahogy úgy működik, mint egy ilyen,
Egy ilyen nagyon jó fájdalomcsillapító például. Az, ha nagyon jól teszi a dolgát, akkor lehet, hogy én ilyen nagyon derűsen tudom tartani a kezemet a tüzes vason. Vagy megsérült a lábam, de ha nem fáj, akkor szaladgálok vele tovább. Mondjuk ugyanígy akkor tovább bántok embereket, tovább teszem tönkre magamat, környezetemet, mert van valami, ami megvéd attól, hogy ez vagy ennek a következménye nekem fájjon. Igen, amikor ez az illúzió megszűnik, akkor az nem jó, de hát csak azután lehet valahogy elindulni, hogy ezt megszüntessem, ezt próbáljam abba hagyni, ezt a nem jót, amit teszek. Ez tényleg közös a terápiában is, a meditálásban is, hogy ezt a látást próbálja segíteni. Hát mégse ugyanaz a kettő, persze. Van egy olyan gondolat, amit az a terapeuta mondott, akihez legelőször jártam önismeretbe. Ő azt mondta, hogy ahol a jó terápia véget ér, ott kezdődik a spiritualitás. Erre a gondolatra én úgy elég jól fel tudtam valahogy fűzni azt, ahogy tényleg számomra is úgy tűnik, hogy összeilleszthető a kettő. Például, ha leülök meditálni, akkor az, hát ott abban a csendben úgy jönnek elő dolgok. Elkezdem megélni, legelőször azt hiszem megélni, nem szembesülni a saját problémáimmal, feszültségekkel. Hát egy csomót gondolkozok, belebonyolódok mindenbe. Hát ez az egész nagy kavargás, ez nem feltétlenül könnyen elviselhető, csak úgy ott ücsörögve csendben. A terápiában valami hasonló történik, csak úgy, hogy amikor én elmegyek, akkor ezt a kavargást, ezt a sok, nem tudom, gondolatot, érzést, emléket, ami jön, ezt én megpróbálom tőlem telhetően elmondani a terapeutának. Aki figyel, tükröz, valahogy segít átlátni ezt az egész összevisszaságot, amit én viszek magammal, és ez nagyon hasznos. Azt hiszem egyébként, ami ennél még fontosabb, az, hogy segít elviselni. Hát, hogy néha úgy fáj nagyon, ami előjön, és ha még van ott valaki, aki ott van, tudja, érti, akkor könnyebb elviselni. Azt nem tudom, hogy miért, de könnyebb. Ha már valahogy ebből elég sok tapasztalat összegyűlt, hogy vannak dolgok, amiket mondjuk én elviselhetetlennek képzeltem, de nem azok, sőt, el is tudnak múlni, egy idő után nem is fontos. Vagy hogy mondjuk van egy másik ember, aki már egy idő után eléggé tisztában van azzal, hogy én milyen vagyok, és nem akad ki tőle. Ezek úgy biztatók, akkor biztos tényleg nem vagyok annyira elviselhetetlen. És hogy amikor ez már elég stabil tud lenni, akkor az egy nagyon jó segítség, nekem legalábbis egy nagyon jó segítség volt, amikor leültem meditálni, és elkezdtem ugyanezeket a dolgokat megélni, megtapasztalni magamba, csak akkor már egyedül. Akkor már azért volt olyan tapasztalatom, hogy ez elmúlik. Nem jó mondjuk, amikor ilyen, például ilyen nagyon-nagyon elégedetlen vagyok saját magammal, de lehetőleg ezt elviselem, tudomásul veszem, és igyekszem tovább menni. Ilyen formán tapasztaltam meg, hát először azt, hogy akkor hogyan segített engem a terápia, az önismeretbejárás abban, hogy elkezdhessek meditálni. Hát a másik irányba is azért működik a dolog. A meditálás, hát például mondjuk az önismeretben az nyilván bőven szolgáltatott anyagot, az élményt, a meditálás is, az elvonulások eseményei is, tehát hogy azért úgy ott is besegít, de az is fontos, hogy a terápiás gyakorlatban is. Hát én keverni nem akartam, nem akarom. Én úgy gondolom, hogy mind a két út annyira hosszú, én szerintem az elején járok. Tehát ez nem az, amikor az ember így elkezdi mixelgetni mondjuk a két technikát, hogy most így nevezzem. Ahhoz valószínűleg sokkal több tapasztalat kell, és valahogy sokkal koherensebben össze kell álljon ez az emberbe. Mégis azt tapasztaltam, hogy csak megjelenik. Valahogy a szemléletben megjelenik abban, ahogy jelen tudok lenni időnként, vagy ahogy figyelni tudok. Főleg akkor, hogyha akár azt hiszem, hogy ó, hát én már itt értem, hogy miről van szó, témában vagyok, vagy valami olyan jön fel, amit nagyon nehéz elviselni. És akkor az is egy ilyen nagyon nagy nyomás, hogy akkor én itt, hát akkor én csináljak valamit, oldjam meg, szüntessem meg, valamit tegyek. Hogyha ebben a helyzetben sikerül észbe kapni, és nem egyből reagálni erre az egészre, hanem még egy kicsit csak úgy jelen lenni és figyelni,
És minél tisztábban meglátni azt, hogy van a másik ember, hogy vagyok én, mi történik éppen közöttünk. Hogyha ezt tisztábban látom, akkor már sokkal pontosabban tudom, hogy mi a dolgom. Van, hogy akkor már nincs is dolgom, de ha van, akkor is jobban tudom, hogy mi, jobban látom. És abban, hogy így észbe tudjak kapni időbe, meg tudjak állni, abban sokszor segít az öngyakorlás. Hát valahogy ilyen formán állt össze bennem ez a két dolog, ami ezek szerint hát végül is akkor nem két dolog, hanem azt hiszem, hogy ugyanannak az útnak különböző szakasza, vagy mondjam azt, hogy különböző eszközökkel segít különböző szinten, de én úgy bízok benne, hogy ugyanabban. Ezt szerettem volna elmondani nektek ma este. Köszönöm a közös gyakorlást.